legendás buszok, igazi különlegessége, középpontban az Ikarusz, az egykor volt legnagyobb hazai iparvállalat. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, hiszen egy nagyon különleges tárlatot mutatunk be önöknek, tartsanak velünk! Különleges régi Ikarusz modelleket csodálhattak meg az érdeklődők kedden a város szívében. A veterán járművekre a legkisebbek is rácsodálkoztak. Ilyen buszt még soha nem láttam. És hogy tetszik, amit láttál most? Úgy, hogy a másik buszok nem olyanak, mint ez. A járművek szerelmesei fel is szállhattak a legendás veteránokra az Ikarusz a busz elnevezésű kiállítás keretében, melyet a Szent István Király Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közösen szervezett. Az Ikarusz konvoj Budapestről érkezett városunkba. A két intézmény közösen emlékezett meg a járműgyár múltjáról. Az Ikarusz szóról az előző évszázad második felének egyik legsikeresebb magyar terméke, és az azt gyártó vállalat jut eszünkbe, mely városunkban, Székesfehérváron sokaknak adott munkahelyet, közösséget formálóan vett részt mindennapjainkban, nemzedékek nőttek fel, lélegeztek vele együtt. Hazánk közlekedésének fontos és meghatározó része volt az Ikarusz gyár, ami nem csak a hazai közlekedést elégítette ki, de exportra is gyártott, ennek köszönhetően a teljesség igénye nélkül mai napig találkozhatunk Ikarusz buszokkal Bulgáriában, Kínában, Indiában vagy Egyiptomban, de az Amerika Egyesült Államokba is eljutott a híres magyar busz. A kiállítás, mint elhangzott, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Szent István Király Múzeum koprodukciójaként született meg, mely az Ikarusz busz történetét, jellegzetes típusait, fejlődését kívánja bemutatni, hogy a mai kor embere is átérezhesse azt a büszkeséget, amit az Ikarusz buszok adtak Magyarországnak, Székesfehérvárnak és a gyár dolgozóinak. Én szeretném megköszönni Hídvégi János kurátor úrnak, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársának és Bányai Balázsnak, a Szent István Király Múzeum újkor történészének, hogy létrehozták ezt a kiállítást. Köszönöm mindkét múzeum dolgozóinak, kollégáknak, hogy segítették a kiállítás megvalósítását. Köszönöm Székesfehérvár megyei Jogovárs önkormányzatának mind anyagi, mind erkölcsi segítségét. Külön köszönöm Fung László úrnak és mindazon tulajdonosnak, akik felvonultak a belvárosban, a tulajdonunkban lévő Ikarusz buszokkal, így személyesen is megcsodálhatjuk az egyes példányokat. A hagyományos vagy a szokványos kiállítás bemutatástól egy kicsit szerettem volna eltérni, még akkor is, hogyha esetleg végig tudtunk volna itt a tabló között sétálni. Inkább néhány olyan összefüggésre szerettem volna fölhívni a figyelmet, amely talán mondjuk kevésbé került ezeknek az autóbuszoknak a gyártása során, illetve a történetének kutatása során az érdeklődéseknek a középpontjában. Kevésszer merültek fel ezek a kérdések, úgyhogy kérem, hogy nézzék ezt, azt el nekem, hogyha esetleg nem mindig az autóbuszról van szó, nem mindig az Ikarusz autóbuszokról van szó, de a végeredmény mindenképpen ugye ezeknek az autóbuszoknak a gyártása és a közlekedésben való szerepe.
A második világháború után ugye alapvetően változott meg a politikai rendszer, és ennek következtében a járműgyártást is gyökerestől alakították át. Ugye tulajdonképpen az autóbuszoknak a előállítása, a gyártás az egy társadalmi szükségszerűség volt, ugyanis 1950-ben nagyban korlátozták a magánszemélyeknek a gépkocsi tulajdonlását. Hát ugye ez majdhogy nem odáig ment el, hogy szinte senki nem birtokolhatott magántulajdonban személygépkocsit, így a közlekedést valamilyen módon meg kellett oldani. Nyilván a városi közlekedést, illetve a városok közötti közlekedésnek is egy szükséges eszköze volt az autóbusz. Ez is volt az egyik ok, ami miatt ilyen nagy mértékben beindították az autóbuszok közlekedését. A következő egy gazdasági praktikusság volt, ugyanis az Icarus autóbuszok gyártása előtt néhány évvel indult meg a Csepel teherautóknak a gyártása, tehát tulajdonképpen azok a fő egységek, fő darabok, a motor, a sebességváltó, a futóművek, ezek már műszakilag, illetve gyártásban mind rendelkezésre álltak, amik szükségesek voltak az autóbuszok előállításához, illetve hát itt majd egy filmet is fogunk vetíteni a kiállítás megtekintése alatt. Ebben is hallhatják a volt gyári dolgozóktól, Kegye Győzőtől például, hogy autóbuszokat készítettek például Csepel teherautóknak az alvázára is. Ugye míg korábban az úgynevezett alvázas járművek voltak leginkább használatban, ugye az autóbuszgyártásnál egy teljesen új technológiát vezettek be, és ugye mint ahogy a személyautóknál is, nagyjából ugye egy a második világháború időszaka után kezdődött el az úgynevezett önhordó szerkezetű járműveknek, személyautóknak az a használata, az autóbuszoknál is ugyanezt a technikát, ugyanezt a technológiát valósították meg. Természetesen lényegesen kevesebb anyag volt szükséges az autóbusz előállításához, könnyebb volt az autóbusz, és ugye ebből következően olcsóbbba, kevesebbe is került. És ugye itt ebben egy újítást is vezet, tehát egy műszaki újítást is vezettek be, illetve nem egy utolsó szempont volt az, hogy a gyár, illetve az országnak a vezetése azonnal felismerte azt, hogy itt egy rendkívül keresett exportcikről lehet szó, úgyhogy már rögtön az idő elejétől, az autóbusz gyártás kezdetétől az autóbuszokat külföldre is értékesítették, és igen nagy számban értékesítették. Ugye Budapesten kezdték el gyártani ezeket a Icarus autóbuszokat, azonban az Icarus autóbuszgyár nem csak autóbuszokat, hanem nagyon sok más egyéb haszonjárművet is, közszolgáltatást ellátó járművet is, teherautókat, speciális felépítményű tűzoltóautókat, szemetes kocsit, egyéb mást is gyártott. És aztán, amikor ugye az autóbusz iránti igény elkezdett fokozatosan növekedni, ugye valahogy bővíteni kellett a gyártásnak, a gyárnak a gyártó kapacitását, és ugye nagyon jól beillett a sorba a székesfehérvári általános mechanikai gépgyárnak a szinte hasonló termékeket gyártó gyára, úgyhogy szervezetileg összevonták a két gyárat, és így immár két helyen kezdték el az autóbuszokat gyártani. Az Icarusnak nem csak múltja és jelene, de jövője is van Székesfehérváron, erről már a város polgármestere beszélt a kiállítás megnyitóján. Az egyik legfontosabb gyárunk volt, és azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb gyárunk lesz a jövőben az Icarus. Nem elfelejtve, hogy nem nagyon találunk olyan fehérvári családot, akinek az Icarushoz, a Videotonhoz, a Köfémhez, az Arévhez ne lenne valamilyen kötődése, és nagyon-nagyon sokan várták azt a pillanatot, hogy újra legyen buszgyártás Fehérváron, és nagyon sokat tettek is érte, hiszen azok a szakemberek tértek vissza az Icarusba, teljesen máshonnan, akik arra vártak, hogy ezt a lehetőséget újra megkaphassák, és ez azért óriási kincs, mert emögött ott van a szakmai tudás, és ott van az emberi elkötelezettség. És mind a kettő kellett ahhoz, hogy az állami megrendelések mellett, de ez a buszgyártás újra el tudjon indulni, és itt ez a kiállítás gyönyörűen mutatja az Országzászló téren, hogy miről is szól ez a hagyomány, aminek nagyon sok része mellett mondjuk ki, hogy mindig része volt az, hogy a város nem fejlődhetett volna az Icarus nélkül, és remélem, hogy a jövőben sem tud majd fejlődni, mert hogy együtt fejlődünk majd az Icarusszal. Továbbiakban is folyik ugye a buszoknak a gyártása, ennek már szemtanúi lehettünk korábban, illetve a tévénézők is. Mit jelent ez majd a városnak, illetve már most, mert hát ugye ez nem most kezdődött el újra? 100 busszal indult újra a gyártás, ezt a 100 buszt a Honvédség rendelte meg Székesfehérváron, az Icarustól.
Na ez nyilván azért is fontos, mert két szép hagyományunk, a katonaváros jelleg és a gazdasági jelleg az Ikarusszal összekapcsolódott. Ezt a 100 buszt legyártott az Ikarusz, bebizonyítva, hogy ez nem csak beszéd, nem csak ígérgetés, hanem képes gyártani. Emellett én úgy tudom, hogy ennek lesz egy további rendelése. Emellett a büntetés végrehajtási intézeteken keresztül a belügyminisztérium rendelte meg az újabb csapatot, de emellett viszont nagyon fontos, hogy a Ikarusz fejlesztett, hiszen gázüzemű és elektromos meghajtású buszokat is gyártott, sőt, ezeket engedélyeztetés alá is helyezte, hamarosan ezek befejeződnek, és én úgy tudom, hogy utána indul az elektromos buszgyártásnak is a sorozatgyártása. Remélem, hogy ez azt is fogja eredményezni, hogy ami régen természetes volt, hogy Fehérvár útjain Ikaruszok vannak, azok most a jogszabályi kereteket, a pályázati közbeszerzési kereteket betartva, de újra realitássá válhat. Ez lenne egyszerre egy szép hagyomány tisztelete és folytatása, lenne egy nagyon magas minőségű busznak a gyártása, ennek az elősegítése, és lenne egy nagyon fontos környezetvédelmi, klímavédelmi cél is, hiszen ez azt jelenti, hogy zaj és légszennyezettség tekintetében is csökkenteni tudjuk a közösségi közlekedés környezeti negatív hatásait, és azáltal, hogy remélem, hogy egy új hálózatra, az intermodális közösségi központtal, az új eszközökkel, elektromos buszokkal a következő években előre tudunk lépni, ez az utas számot is növelni fogja, ami megint csak környezetvédelmi cél és a közlekedési problémák orvoslásának egyik lehetősége is. Nagy öröm, hogy itt lehetünk, és egy nagy élmény volt ide érkezni. Én a Közlekedési Múzeum Ikarusz 311-esével jöttem. Mint azt talán néhányan tudhatják, az autóbuszok és a tömegközlekedés iránti szeretet az nálam nem oda datálódik csak vissza, amióta a Közlekedési Múzeum főigazgatója vagyok 2016 óta. A 90-es évek második felében szerintem jócskán voltak olyan napok, amikor több időt töltöttem Ikarusz buszokon, mint az iskolában. Ezt most már így kellő mennyiségű évtávlatából bevallhatom. És az Ikarusz 200-as széria buszai és egész pontosan a mi környékünkön Budapesten járó buszok iránt egészen speciális érdeklődés fűzött már gyerekkoromtól. Tehát annál kevés hozzám közelebb álló téma van, mint hogy az Ikarusz történetét méltó módon megőrizzük az utókornak. És ahogy polgármester úr elmondta, ez nem csak arról szól, hogy valami olyasmit megőrzünk, ami számunkra kedves, egyre múló emlék, hanem nagyon is szól arról is, hogy olyasmit őrizzünk meg, amiből bőven van olyan tanulság, és bőven van olyan használható tudás, amit a jövőre nézve lehet, és meglátásom szerint kell is hasznosítani. Ezért foglalkozunk a magyar buszgyártás történetével, és ezen belül is ezért foglalkozunk kiemelten az Ikarusz gyár történetével. Az Ikarusz gyűjtemény elég szűkös volt a Közlekedési Múzeumnak még néhány évvel ezelőtt. Egyetlen darab autóbuszunk volt, az sem volt üzemképes, ami a teljes Ikarusz történetet fölölelte. Az elmúlt 2 évben 12 darab Ikarusz autóbuszt vettünk a gyűjteménybe. Többek között azt is, amivel ma érkeztünk, de egy olyan faros Ikaruszt is, ami 1973-ban készült itt Székesfehérváron, és amelyik Székesfehérváron helyi közlekedésben a volán színeiben járt, aztán később sokfelé vetődött, végül egy méhészet formájában végezte, méhészetként működött a 2000-es években, és aztán méhészet formájából megmentettük, és több mint egy éve zajlik a restaurálása, és éppen idefelé a buszon mutatta meg Merci Miklós kollégám azt a videót, amin látszik, hogy először beindítottuk az eredeti motorját felújítva újra. Tehát igyekszünk a járműveket és a gyártörténetet is megőrizni, a teljes fényképgyűjteményét a gyárnak a Közlekedési Múzeum őrzi, és azért igyekszünk ilyen kiállítások készítésében részt venni és ilyen témákra koncentrálni, hiszen az országnak egy új közlekedési múzeuma lesz Kőbányán, Budapesten, az északi járműjavítóban, amelyik a MÁV egyik nagyon fontos régi járműjavítója volt, fogjuk berendezni az új közlekedési múzeumot, ezen dolgozunk, és ott is ígérhetem önöknek, az Ikarusz történetnek lesz helye, és az Ikaruszok meg fognak jelenni a Közlekedési Múzeum gyűjteményében. A különleges kiállítás izgalmas időutazásra invitálja a látogatókat. Megismerhetjük a hazai busz- és járműipar történetében különleges helyet elfoglaló legendás Ikarusz típusokat és a székesfehérvári általános mechanikai gépgyár történetét, külön hangsúlyt kapnak az így gyártott autóbuszok. Az egykor volt legnagyobb hazai iparvállalat históriája fotók, plakátok, film, makettek segítségével elevenedik meg. A tárlat az országzászlótéri kiállítóhelyen július 21-ig tekinthető meg. Kedves nézőink, remélem tudtunk kedvezni a buszok szerelmeseinek. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!